Kedves Hölgyeim és Uraim, rátérünk ugye ünnepi, mondhatom, előadás sorozatunkra, mert három ez már sorozat. Kérem tisztelettel, felkérem dr. Boros Imre miniszter urat előadásának megtartására, amelynek címe: ez lesz az új világrend, vagy elbukik a spekuláció? Elnézést kérek egy magánjellegű, ha egy felkiáltójelet teszünk ennek a címnek a végére, vagy egy kérdőjelet, még érdekesebbé válik. Miniszter úr! Köszönöm szépen, Hölgyeim és Uraim! És először szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy egy olyan terembe beszélhetek, ami azért némi reménységgel tölt el, meg olyan emberekre emlékezhetek, akik azért az ország ügyét előre vitték, Kölcsey Ferencre, vagy éppen a második, első és második világháború között két évig regnáló miniszterelnökre, akik ugye erről a területről, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, hát akkor még nem egész így hívták, de innét származnak. Annál is inkább jó, hogy erről a teremről indítunk, mert ez pont abban a korszakban készült a ház is, amikor még a kapitalizmusnak azt a boldogabb időszakát éltük, az első világháború így terjedő, és amikor a pénz is úgy nagyjából rendben volt. Kamatot úgy hívták nagyjából, hogy 2%, a forgalom arányos hasztot meg úgy, hogy 3, maximum 4%. Mindenki tudta, aki több ér ad kölcsönt, az gazember, aki több hasznot csinál, az is. Ilyen egyszerű volt a világ, vagy nagyjából ilyen egyszerű. Ennek az egésznek a pénzrendszerrel együtt, amit akkoriban arany alapon nyugvó szakszóval, arany standard rendszernek neveztek, az első világháború vetett véget világviszonylatba. Egy néhány évtized alatt egy országcsoport csatlakozott ehhez, Oroszországtól az Egyesült Államok, Német Birodalom, Osztrák-Magyar Monarchia, akik esetleg érmegyűjtők még látnak 15-ös egykoronásokat, meg 100 koronást aranyból kiverve szépen, nem az forgott természetesen a közforgalom, mert a bankó, de a bankó ér mindig lehetett aranyat is kapni. Na, ez megszűnt. Megszűnt, tehát a pénznek az a jellemző tulajdonsága, amely szerint maga is belső értéket hordozott, tehát amikor csereberéltünk, akkor amit adtam, meg amit kaptam, mind a kettőnek volt belső értéke. Az átverésnek bár voltak lehetőségei, ugye hát már Néró császár, aki az egyéb huncutságot is elkövetett, egyebek mellett Rómát föltüzelte, mert tetszett neki, ugye a piromániás lehetett a drága császár. Meg az később is voltak ilyenek a magyar történelemben is, de azért ne feledjük, hogy mindig arra az uralkodóra emlékezünk nagy tisztelettel, aki jó pénzt tartott, mint például a Károly Róbert, Mátyás király, nem az igazságos Rákosira gondoltam természetesen, hanem a Mátyás királyra, vagy éppen Napóleonra, Napóleon arany, ugye, az is azért még. Tehát aki a pénzt komolyan vette, és annak megfelelően kezelte. Na kérem szépen, ahogy mondtam, az első világháborúban ez a fajta liazon összekapcsolódás, ez megszűnt. Próbálták helyreállítani, nem nagyon sikerült, és az első világháborúban ugye polarizálódott minden, mindenki kapta marta, amit ért. Az angolok csináltak egy fontzónát, azt mondja, majd mi az ide tartozókkal elrendezgetjük a dolgokat. A franciák egy frankzónát, az amerikaiak egy dollárzónát, és az igen nagy bajban lévő Németország is, ugye, bajba volt a pénzzel, nem is tudták mit csinálni. A Weimari köztársaság balhé tömege, hát ott volt bőven, ugye? Amire ugye még mindig nagy szeretettel emlékezünk, a Weimari köztársaságra, de azért a dolgok nem mentek olyan nagyon jól, és rásiklottak Hitlerre, Adolf Hitlerre. Na most mondok valami meglepőt, gyorsan kapaszkodjanak meg a székben. 1934-ben, tehát 33-ban volt Hitler belépése, 34-ben a Time magazin évek emberét hogy hívták? Adolf Hitlernek. Ez nem azért, mert később ugye háborúk, hanem azért, mert gazdasági sikereket értek el, és pedig nem egy aranyalapra helyezett pénzzel,
hanem egy olyan pénzzel, amit nem ő talált ki, hanem a jegybank elnöke, akit aztán később lekoptatott, mert ugye nem tetszett neki minden, amit az illető mond. Az azt mondták ilyen egyszerű, hogy az jut pénzhez, aki munkát végez, és annak megfelelően amit, meg amelyen mennyiségbe. Tehát az gyakorlatilag végig gyűrűzött, mert a első világháború következményeiként siklott a világám rá valahol, meg a szétdarabolt pénzügyi rendszer következményeként a világválságra, ugye? Ami 29-ben indult el. Honnét? Ugyanonnét, ahol most. Ugyanonnét. És söpört végig, hozzánk egyébként Bécsből ütött be a Kreditanstalt Bankferenytől annak idején, és azt a pénzt, amit szintén sikerült rendbe rakni, 1918-tól ment a küzdelem, 24-ben alapították meg a Magyar Nemzeti Bankot, 27-ben vezették be a pengőt, amit hozzá tulajdonképpen a svájci frankkal azonos értékű kemény pénz volt, teljesen konvertibilis, és 31-ben vágott ide be nekünk a ménkű, és akkor megszüntették a pengőnek a konvertibilitását, és ez annyira megtetszett, ez a kötött deviza gazdálkodás mindenkinek, hogy tulajdonképpen a kommunizmuson végigvonult, hozzá se nyúltak, maradt úgy, ahogy volt. Nagyon tetszik az ilyen népeket regulázó rendszer a pénzen keresztül, ugye aznak van hagyománya azért, valljuk be őszintén. No kérem szépen, ha a párhuzamot megmondjuk, és azt mondjuk, hogy 29, és 34-ben már lehetett Adolf Hitlert a Time magazin címlapjára emelni, mint az évembere, Mussoliniról az amerikai lapokba hatalmas nagy pozitív tirádákat adni, valamint a New Dealről Amerikába, amit ugye amerikai demokraták, tehát liberális irányzatú csapat váltott be. Ez mind arról szólt, hogy az állam kézbe veszi a dolgokat, és valahogy rendbe rakja. Valahogy rendbe rakja, ugye, mert nagy a baj, rendbe kell rakni. Mind a három, sőt a negyedik modell, ami végül nem lett olyan eredményes, a szovjet modell, ők is az államnak a beavatkozó szerepét emelték be az egészbe, hogy na ez a tőkés gazdaság, amiben vagyunk, nagy káoszt csinált, nagy válságot csinált, egyedül az állam, mint főszereplő tudja ezt rendbe hozni. Na aztán, hogy milyen túlzások lettek, ebből arról most ne beszéljünk, mert nem ez a mai beszélgetésünknek a tárgya. No kérem szépen, első világháború lényegében borítékolta a másodikat is. Bizonyos komoly történészek azt mondják, hogy hát lényegében be volt borítékolva a második, mégpedig nagyon komoly ügyek miatt. Ne feszegessük, a lényeg az, hogy furcsa módon, és ez is ugye egy történelmileg elhallgatott tény, de a pénzhez ide tartozik ám, nagyon ide tartozik, hogy ugye a harmadik birodalom az egészen jó bratizásba került a szovjet rendszerrel. Ugye erről már Kun Miklós meg egyéb részleteket feltár, meg sok részlet van. Nagyon komoly együttműködés volt, Molotov-Ribbentrop paktum. Kialakult volna egy egészen új erőközpont a világgazdaságba, épp a válságból kimászva. No, de ez nem mindenkinek tetszett. Hát akkor inkább üssék egymást. Na, ez bejött, ugye második világháborúnak nevezték. Most az első és második világháború azzal a következménnyel járt, hogy az Egyesült Államok ebből nagyon megerősödve került ki. Minden szempontból. Mert az első világháborút azt hadviselő félként csak 1917-től vívta, 17-ig, ő csak finanszírozta az angolokat meg a franciákat. De hogyha azok bedőlnek, mint ahogy bedőltek Oroszországba, mert Lenin azt mondja, hogy ő inkább nem fizetne. Stalin nettó. Akkor nagy baj lenne, tehát ezért lépett be a háborúba, és burultak a dolgok ebbe az irányba. Ez első világháború, a második világháború után viszont ez a fölény megkérdőjelezhetetlenné vált, hiszen egyedül szállítóképes hatalom Amerika volt, mindenki áhított a dollárra. Mert azért lehetett mindent venni, ugye? Na akkor most lépjünk a dollárhoz vissza. Mi történt dollárügyben? Amerikában 1913 még egy kaotikus pénzügyi rendszer volt,
Hát kereskedelmi bankok egyik a másik után robbant fel, és 1913-ban rakták rendbe Woodrow Wilson elnök idején az egészet, és bármilyen furcsa, akkor hoztak létre központi bankrendszert. Na most miért rendszert? Nem egyet, 12-t. 12 darab központi bank van, Fed Reserve, és ezek magánbankok. Szemben máshol, ahol szintén magánbankként kezdte a központi bank, de később államosították még a Bank of England-et is, az osztrák nemzeti bankba az utolsó 25%-ot most adják el, de gyakorlatilag állami irányítás alá került, meg nem. Na most ennek megfelelően konstruálták meg a II. Világháború utáni pénzügyi rendszert is. Két komoly ötlet volt. Az egyik, ez Keynes nevéhez fűződik nagyjából, de hát nyilván egy csapat dolgozott rajta, az azt mondta, hogy egy nemzetközi clearinget kell csinálni, és miután a résztvevők, az országok, egyike másika erősebb lesz, a többi meg gyengébb, így, ha a clearingen belül valaki túl sok követelést halmoz fel, azt is büntetni kell, meg ha valaki eladósodik, azt is. Tehát valami fajta ilyen kiegyenlítő mechanizmust épített volna be arra, hogy az ilyen fajta pénzügyi aránytalanságok ne jönnek létre. Ez volt az ő ötlete. Mondták, hogy ezzel szépen el lehet sétálni, ez minket nem érdekel. Helyette azt mondjuk, és ez akkor már a dollár arany deviza standard, hogy mi megígérjük a világnak, hogy ha a világ már megtel dollárral, akkor mi aranyat fogunk adni 35 dollárért egy unciányit. Tehát az volt a dollár hivatalos aranytartalma, 35 dollár egy uncia arany, ami egy ilyen érme nagyságú. Hát ugyanaz az uncia arany most majdnem elérte a 2000 dollárt. Most akkor vonjuk le az első konzekvenciát. Tehát a dollár, amióta kijött, nemzetközi viszonylatban egy uncia 35 dollár, összehasonlítva a 1700-1800, mennyi most, ha kettő számot elosztjuk, akkor az az infláció mértéke, amilyen mértékben nemzetközi viszonylatban a dollár elértéktelenedett, ugye? Világos. Plusz, még az se volt egészen kedves dolog, ha valaki rápróbálkozik, hogy vajon működik-e ez a 35 dollár. Mert a De Gaulle, aki egy eléggé, hát látott ezt, azt ugye, ő nagy tekintély volt Franciaországban, elnök, francia, ez egy utolsó nagy ágyú, azt mondanám, ő rákéretőzött arra, hogy esetleg beváltaná. Hát ugye akkor röviddel utána fölégették Párizst, az egyik illető még ott ül az Európai Parlamentben. Ez, aki a múltkor az Orbánt is leckésztette, mindjárt eszembe jut a neve, Cohn Bendit. Meg Rudi Dutschke, az eltűnt valahol, nem tudom, hol van. No, szóval, hát aztán De Gaulle-t egy ilyen egyszerű kis közigazgatási reform félén megbuktatták, utána ez a kérdés föl sem merült. Majd mondták a dollárt kibocsátók, ugye figyelmükbe teszem vissza, de hát nyilvánvalóan ott van, hogy ez a dollár kibocsátó bankrendszer, ez magánbankrendszer. Nem központi bank, de magánbank, ahol bár formailag az elnök, amerikai elnök nevezi ki a következő soron lévő elnökét, mert ugye ezek összeáll a 12 bank, és akkor van egy board, egy igazgatóság, az igazgatóság elnökét, az elnök nevezi ki. Azok közül, akik a boardban már bizonyos ideig ücsörögtek, és az van vagy 2-3 pacák, tehát nagyon nagy a lehetősége, mondanám az amerikai elnöknek, hogy kit tegyen oda, ugye? Ez egy kicsit érdekes, de mindegy, ez a szabály. No, és akkor ugye nem tudjuk pontosan, hogy kik a részvényesek, mert az úgy működik, hogy Amerikában van a trust törvény, ami letétkezelőt, vagy ilyenfélét jelent, vagyonkezelőt, magyar fordításba, aki mondjuk ön beteszi a pénzét, meg az értékeit, megbízza a trustit, a trusti kezeli, de nem mondja meg, hogy maga kicsoda. De az ő nevébe lép föl például a közgyűlésekbe. Tehát a Federal bankok közgyűlésein általában bankok lépnek fel, mint trustik, és szavazgatnak így úgy amúgy. No, ez egy nagyon fontos jogi
baj, majd visszatérünk rá, hogy miért, meg hogyan. No tehát akkor ez a magánbank rendszer tulajdonképpen kezdte kitermelni a dollárt, mert először Amerika szállítóképes volt, ugye Marshall segély mindenet, Európa újraépítése, németeknek Marshall segély mindenkinek, kösz nekünk, az se kellett. Szóval elkezdett ez a világ fölépülgetni, és egész Nyugat-Európában azért valahol egy emberarcú kapitalizmus épült vissza, ugye? Jóléti állam, Wohlfahrtsstaat Németországba, ott valamire rádöbbentek, hogy kérem, hát a németeket rendesen elagyabugyáltuk az első világháborúba, aztán nyomor ez, az kitermelte Adolf Hitler. Kell ez nekünk? Nem kell. Akkor próbáljuk meg fordítva. Próbáljuk megfizetni a német melóst, aki egyébként precízen dolgozik, csináljunk nekik egy jóléti államot, illetve csináljanak maguknak, amilyet tudnak. Hát csináltak, ugye? Politikai szerep visszametszve, katonai szerep eltüntetve. Ez volt a modell. No, térjünk vissza akkor megint a pénzre. No, de egy idő után, hát kezdett a dollár túl sok lenni. És az idősebb generáció, a korosztályom tagjai, még emlékeznek erre a fogalomra, hogy euró-dollár, ugye? Ami azt jelentette, hogy Európába is kezd a dollár teret nyelni, egymásnak a dollárt taszajgatják ide-oda, amoda a nemzeti pénzek helyett. Euró-dollár piac, az komoly nagy piaccá fejlődött. Magyarán szólva az amerikai pénz kezdte helyek közel kikönyökölni a helyi pénzeket, ugye? És akkor 1971-ben az akkori elnök Nixon gondolt egy nagyot, hát előtte volt ez az, ugye, előtte már volt olyan, hogy a hivatalos aranyár az el is tűnt, teljes elméletté vált, a szabadpiaci aranyár azonnal hármas nagyságrendet ugrott, mert kiderült, hogy hát már nem az a valós ár, hát már ne vicceljünk, 35 dollár, még 100 év se. És akkor azt mondta, el lehet ideglenesen felejteni a dollár aranyra történő beváltását. Ennek ugye most már 40 éve. Hát nálunk is voltak 40 évig ideglenesen tartózkodó szovjet csapatok. Hát 40 éve ideglenesen nem lehet beváltani, valószínűleg az ideglenesség még jó ideig el fog tartani, ha egyáltalán valaha is lesz más. Nem lesz egyébként. No, haladunk megint szépen az időben, és kérem szépen, elérkezünk oda, hogy összeborul a szocialista világrend. Ez egy nagy csomó ember, megint ugye, több száz millió, piacok, stb. És akkor a dollárbázisú világrend fölött őrködő IMF, mert ezt ezért találták ki, mert látták ők előre, hogy lesznek itt bajok, lesznek itt túl nagy hiányok, túl nagy többletek, valakinek ilyenkor mindig be kell nyúlni, azért hozták létre az IMF-et. Az IMF be is nyúlt sokszor, először az angolokhoz, mert ugye a font is egy kicsit úgy gondolta, hogy ő is bírja a futamot a dollárra, de hát sajnos kipukkadtak. Első nagy áldozata, idézőjelben a IMF-nek az Anglia volt, azt hiszem akkori 4 milliárd dollárt iszonyú pénz volt, annyi kellett rendbe rakni. 89-ben azonban lépést váltottak. Lépést váltottak, és azt mondta, hogy ezt követően úgy kell a világgazdaságot rendbe tenni, hogy azok a gazdaságok, akik ugye IMF-re szorulnak, azok privatizáljanak, dereguljáljanak, liberalizáljanak. Azaz mindent, az államot üldözzük ki a gazdasági folyamatból, semmi szükség rá. Az összes szabályokat, főként a pénzügyi rendszer összes szabályát építsük le. Ez gyakorlatban azt jelentette, hogy a forint például legyen konvertibilis, hát elég sebesen az lett, mert ugye 1993-ban még az Alkotmánybíróságnak kellett azt a rendelkezést megszüntetni, amely szerint deviza ügyekben köteles az elkövető saját ellen, maga ellen is vallomást tenni. Ez volt benne a szabályba. Ezt az alkotmány 95-ben meg a forint teljesen konvertibilis lett, ugye? Ez érdekes.
Tehát azt mondanám, Magyarország ezen a hármas szabályon álomszerű sebességgel, mint amilyen gyorsan a TGV, vagy milyen gyorsvasút megy, úgy ment át. Mire egyet aludtunk, már benne is vagyunk a jóba. Ugye? No, hát kérem szépen, ez a világba végigment, de valamire azért még emlékeztetném magukat, és itt kezdődik az, hogy merre fele halad a világrend. Hát kérem szépen, ugye vannak a szabályok, meg vannak a kivételek. Hát a szabály az, hogy az ember dolgozik, termel, adót fizet, magánszemélyként, cégként. Meg vannak mások. Ez a liberalizált rendszerben el lehetett tüntetni a pénzecskéket szépen. Úgynevezett területen kívüli helyekre, offshore, hát köznyelv most már inkább lopsornak mondja, helyekre. Mégpedig teljesen legalizált módon. Ebből van vagy száz akárhány a világon. Nem tudom, pontosan Magdi talált számot, de a száz valami. No kérem szépen, és ezt meg is teszik, meg is tették, tehát kialakult a vállalkozói világnak egy brigádja, aki otthon szépen leadózik, meg egy másik, aki meg nem annyira. Ugye most az itt lévő likvid pénzügyi értékek nagyságrendjét, hogy ugorjak egyet az időben, mert az idő is fogy, azt egy olyan 30 ezer milliárd dollárra becsülik. Na most a mi olvasatunkban, akik ugye nemrég még ilyen félőrülteknek voltunk titulálva, a globalizált nagy tőkének ez a centruma. Az a pénztömeg, likvid pénztömeg, ez cashből áll, nagyon rövid betétekből és azonnal likvidálható értékpapírokból, az az a tömeg, ami aztán menti meg a világot. Mert nem elég, hogy kivonult XYZ országba és elvitte a hasznot, á, dehogy. Vissza is jön ő, persze egy új maszkkal, és azt mondja, hát én ide jövök, munkahelyeket fogok teremteni nektek. Szerencsétlen idióták. Hát nem szeretnék olyan nagyon adót fizetni. Hát nehogy már. Plusz olyan nagyon bért se szeretnék fizetni. Legszívesebben egy fillért se, de hát valamennyit azért csak kell. Tehát ilyen alkukat csinál a kormányokkal, akik persze szükséghelyzetben vannak, mert azok az adóbevételek hiányoznak, hiányoztak ám, és azok a problémák halmozódtak ám, amiket ugye hivatalosan nem annyira vettünk észre. De? És akkor itt térnek a versenyre. Mert mi a leglényegesebb a piacon? A verseny és az nemes. Együtt futnak az angol telivérek, meg azok a lovak, akiknek lefűrészelték a lábának az alját, ugye? Tehát akik adóztak, meg akik nem adóznak, azok együtt futnak. Hát ez aztán igazán rendes jó kis verseny, nem? Hát Magyarországon ezt nap mint nap tapasztalhattuk. De máshol is, ez nem vigaszként mondom, csak némi támaszként, hogy nem vagyunk egyedül a bajunkba, világviszonylatba. No kérem szépen, és akkor térjünk rá ennek a mélyebb pénzügyi tartalmaira. A deregulálás az azt jelentette, hogy a pénzügyi rendszer elől is lesöprünk minden szabályt. Ők tudják, hogy mit kell csinálni a pénzzel, marhára értik, államnakus. Na most, hát például, azt mondja, hogy valuta spekuláció. Olyan üzletek vannak, hogy egyszerűvé tegyem az életet, hogy leteszek 100 dollárt, és olyan úgy spekulálhatok, hogy 1000 dollárnyi spekulatív pozíciót veszek fel, és az még nagyon szerény, nagyon szerény. Ha mozdul az árfolyam, akkor az 1000 dolláron lévő hasznot én zsebre vágom, tehát ha 10%-ot mozdul, akkor a 100 dolláromból 200 lesz. Noha, de ha tizet ellenem, akkor meg eltűnt a 100 dollárom. És ez nem 10-szeres, hanem 20-szoros, 30-szoros, 50-szeres áttételekkel is megy. Ezeket az üzleteket is kívülpakulták az ország, hogy egyáltalán ne is nagyon lássa a hatóság ezeket a dolgokat.
És akkor most, miután az idő fogy, vegyük ezt az egészet Magyarországra, és menjünk a dolognak így bele a közepébe. Terrautóval be, ugye azébe a sárosba, meglátjuk, elakad-e az autó, vagy tovább megy. Hát ugye, legutóbbi idő, 2008-ban kiszaladnak az IMF-hez, kicsit jajveszékelnek, hazajönnek 25 milliárd dollár hitellel, ami csak négyszerese annak, ami az IMF szabálya szerint járt volna maximum Magyarországnak. Ennek azért oka van. Az én olvasatom az, hogy oda át sokkal jobban begazoltak, mint ide-haza, akkor tudtak a baj méretéről. Hát ki az, aki nekem négyszer annyi pénzt ad, mint amennyi járna egyáltalán? Az, aki tudja, hogy neki sokkal több veszteni valója van itt, hogyha ezek a hülyék, már idézőjelben, bedöglenek. Az ad ilyen gyorsan pénzt. Azért adja, hogy ezek kimásszanak a francból? Nem azért adja. Hogy ő benne maradjon a kakában. Ugyebár? Mert mire kellett az, hogy 17 milliárdról 35, 38, 40 milliárd közelébe főhúzzák a devizatartalékokat? Hát arra, ha állati nagy balhé keletkezik Magyarország, a magyar államkötvényben lévő külföldi pénzek, légyen az dollárkötvény, légyen az forintkötvény, vagy az itt lévő üzletrészeket, ha likvidálják, azaz eladják, és a forintot devizára kell váltani, akkor legyen mi bű. Ugye? Ezt kéne átgondolni. Legyen miből? Jó ez nekünk? Hát első menetben azt mondja az ember, persze, hát te van a jegybank tartalékát, az csak jó lehet. Ez az első megközelítés. De én kellőképpen gonosz vagyok. Én nem így gondolkodom. Én azt mondom, hogy amikor az a dollár ide bekerült, vagy euró, akkor aki oda betette, az azért kér kamatot. Azt tudjuk, hogy a kamatok, úgy szokták mondani a magyar állampapírok hozama, az a csúcsszinten 10%-ot is elért. Meg lehet nézni a grafikonokat. 7-8-9-10%. Összehasonlításként. Németország rövid lejáratú pénzt negatív hozammal is kapott. Azaz nem, hogy fizetni kell neki, neki fizetnek, hogy eldugja a befektető pénzét. 10%. Annyit fizet valaki, vagy a cég, vagy a devizahiteles, vagy a magyar állam. Ez megy kifel ez a pénz. Bejön, bemegy a Nemzeti Bankba a tartalék. Hát ő is kezd vele valamit, visszateszi a piacra, rövid lejáratú likvid befektetésként, mondjuk német állampapírba, és kap érte egy 0,5%-ot. Közte 8-9% kamatmarzs, amit a magyar gazdaságnak hát állni kell. Ugye milyen jó üzlet? Csak nem nekünk. Biztonságban van Magyarország? Hát igen, persze Magyarország biztonságban van, de leginkább azok vannak biztonságban, akik itt komoly gazdasági pozíciókat szereztek meg. Tehát ezért is nagyon zavaró, amikor mi a magyar gazdaság? Én azt mondom, van magyarországi gazdaság, meg magyar gazdaság. Magyarországi gazdaságba beletartozik mindenki, aki itt bizniszel, cége be van jegyezve, így úgy, amúgy, amúgy. Azon belül, aki többségi külföldi tulajdonban van, az nem magyar, csak magyarországi, de ezek a különbségek nincsenek megcsinálva. Így tehát az se világos, hogy ebből pontosan nekünk mi a jó, mert állandóan beszélünk a GDP-ről, bruttó társadalmi termékről, de soha nem beszélünk a jövedelemről, pedig az az igazi, mert az csörgedez, vagy cincog a zsebünkbe, a nemzeti jövedelem. Erre elmondok egy ilyen poénos helyet, szóljon ám, hogyha túlbeszéltem az időt, mert aztán én még oké, akkor így csapjon az asztal. No szóval, egyszer kérem, én nagyon kíváncsi voltam ezekre a dolgokra, a statisztikai hivatalban nyomoztam kőkeményen. Hát GDP szám reggeltől estig tele van vele a padlás, és kerestem a GNI, Nemzeti Gross National Income rovatot, Istennek nem lehetett találni. Csí! Egyik koma, másik mellé beszél. Végre találtam egy igazmondó juhászt,
És azt mondja, add nekem egy telefonszámot, de meg nem mondjam, hogy kit ő kaptam. Fölhívva egy hölgyet, egy olyan kekkű beszéd valami, jó, mondom. És akkor mondom, miért nincs ez így rendesen megcsinálva? Hát azt mondja, az Európai Unió kötelezett bennünket, hogy 95-ig vezessük vissza a GNI-t is. Mondom, miért pont csak 95-ig? Nem vagyunk arra kíváncsiak, hogy a legutolsó, mondjuk 88-as év, hogy viszonyul például a mostani 2006-hoz? Nem, mi arra nem vagyunk kíváncsiak, mondta. Aztán kötelezni kell minket arra, hogy a nemzeti jövedelmünket tudjuk, vagy a mi érdekünk lenne, hogy azt pontosan tudjuk. Hát ez a nő szerintem ikrát hányt, este ment az orvoshoz, röntgen, stb. CT, mindent kapott másnap. No szóval így állunk, kedves fele barátaink. De nem vagyunk kíváncsiak arra, ami minket a leginkább kellene, hogy érdekeljen. De? No tehát, akkor ott vagyunk, és visszatérve Magyarországra, hogy iszonyú áldozata van annak, hogy a magyarországi gazdaság biztonsági háláját megteremtsük. És akkor, igen, ez az utolsó mondat, az IMF. Mi nem állapodunk már, megmondják. Hát kérem, azért nem, mert 2008-ban kilukott az ország kasszája, 7,5 milliárd dollár volt a fizetési mérleg hiánya, ment a pénz el, ezek bejöttek, azért adtak ilyen sokat, hogy legyen miből majd fizetni. 2009-től kezdve pedig folyamatosan jön az országba befele a pénz, de spekulálnak a forint meg az államkötvények ellen. A kormány azt mondja, nekünk nem kell pénz, csak oda fölrajzolni egy 15 milliárdot, hogyha minket megtámadnak, akkor legyen miből megvédeni magunkat. Az IMF viszont olyan hitelt akar adni, hogy a kondíciókat diktálja. Nyugdíj le, mindenféle ilyen szociális dolgokat kifele, három vagy négy sávos adórendszer befele, és így tovább, és így. Tehát folyik a süketek bárbeszéd. Meddig tartson? Nem tudom. Vagy megérti a másik fél, és világosan tudomására tudjuk adni, hogy miről van szó, és el is fogadja. Vagy nem, de mi ne álljunk fel az asztaltól, legyünk türelmesek, mert közben a világhelyzet is változik, hála Isten, egyre többen felzárkóznak, és akkor itt fejezném be, akik nem azért küzdenek, hogy ez legyen az új világrend, hanem akik azért küzdenek, hogy ezt tüntessük el. Köszönöm.